Országos minősítő versenynek adott ma otthont az Ervent Lovas Klub. Az esemény különlegessége, hogy a téli fedett lovardás szezon lezárult, így a mai alkalommal megnyitották a nyári idényt. A háromnapos minősítő része az éves országos versenysorozatnak, így fontos állomása a régiós és országos bajnokságokra, csempionátusra, valamint tenyészversenyre való kvalifikációnak. Ahhoz, hogy bárhol országos besorolású versenyt rendezhessenek, komoly feltételeknek kell megfelelni. A Kecskeméti Lovasklub egyike az erre alkalmas helyszíneknek. Nagyon jól bevált versenyhelyszín, ugye nagyon szerencsés a fekvése is itt Kecskeméten közel az autópálya mellett, több mint 20 éve rendeznek versenyeket. Régen a mögöttünk látható pálya az füves volt. 2000-ben, ha jól emlékszem, akkor volt a megnyitója. Rendeztek ők már itt nemzetközi versenyeket is. Az idei legnagyobb kiemelt verseny szeptemberben lesz egy tenyészverseny, ahol a magyar és külföldi tenyésztésű lovak mérettetik meg magukat. A három nap alatt 31 versenyszámban mérkőznek meg egymással a lovasok, 5 és 6 év közötti lovaikkal. A díjugrató pályákon 100 cm-től egészen 140 cm-ig helyeznek el akadályokat. A mai napon 4 lóval is versenyzek, a sajátommal és 3 ittenivel. A 3 ittenivel még csak kisebb számokban megyünk, 1-10 és 1-20, az enyémmel meg 1-25-ön és 1-30-on indulunk. Az Ervent Lovas Klub Pataki Ménes több mint 25 éve létezik, sportlovaik saját nevelésűek. A jól felépített, rendszeres, lelkiismeretes munkának köszönhetően a Ménes sportlovai és a klub lovasai mindig eredményesen szerepelnek a versenyeken. A lovaglás azonban nem csak hobbiként, hanem jövőképként is szerepel a klub lovasai életében. Egyszer csak jött egy ilyen fellángolás, hogy szeretnék lovagolni, és anyuék beirattak egy lovastáborba, aztán szerelem volt első látásra, és azóta csinálom. Idénre először is szeretnék egy jó országos bajnoksági eredményt, aztán ha jól mennek a versenyek, szeretnék külföldön is indulni. A háromnapos versenyen mintegy 520 lovas és több mint 200 ló vesz részt. Az országos minősítőre szombaton és vasárnap is várják a lovak szerelmeseit. Thank you.